Megvan adva az interneten is az Aternek, meg az én telefonszámom, de ezt majd föl is írtuk, de szerintem mindenkinek találta, mert sokukkal beszéltem. Ezt a két telefonszámot bármikor lehet hívni. Jó? A gyerekeknél is lehet telefon, de hát természetesen az órák alatt ezt nem fogják használni, és hát délutánonként sem ajánlatos kivinni focizni, mert akkor Ulisszét, mert nem tudom, 8-10 telefon találunk a focipálya környékén naponta. Tehát, hogy így inkább én azt szoktam tanácsolni, hogy beszéljenek meg egy fix időpontot a gyerekekkel minden nap, amikor majd beszélnek. Ez egy nagyon jó időpont erre, például vagy az ebéd ideje, vagy ha akkor még nem jönnek rá, mert munkaidő, akkor a vacsora ideje, tehát 6 után. Tehát akkor biztos, hogy nem fog sehol rangászni, hanem nagy valószínűséggel a hangárban lesz, ahol majd kapja a vacsorát. Jó, ez az egyik módja, hogy a gyerekeknél is lehet telefon. Akinek nincs telefonja, mert kicsi, vagy nem akar jelkozni, minket lehet hívni, és mi belátható időn belül előkerítjük a gyerekeket. Tehát ez úgy szokott működni, hogy felvigyel, szeretnék beszélni ezzel és ezzel. Rendben, én elmentem a számot, vagy hát úgyis kiírja, megkeresik a gyereket, megnézem, hogy esetleg a strandon van, akkor visszahívom, hogy most nem tudom, hogy nem tudok jönni utána a strandra. De hogyha a tábor területén van, akkor általában ott szoktunk szaladgálni össze-vissza, és kívánjuk a gyerek nevét, hogy akkor jöjjön elő. Telefonálni kell. És hát akkor visszaidjük a szülőket. Tehát ez így szokott menni, és ezt tényleg meg lehet bármikor tenni. A nap bármely szakában, tehát lényegében én mutatom azt, hogy 24 órás életben vagyunk mindketten.